Rengetegen vettek részt a művelődési házban megrendezett koncerten. Az érdeklődők 60-i gyökerű fiatal zenészek előadását hallgathatták meg. A Corelli Alapítvány célja a komoly zene népszerűsítése, terjesztése és a tehetséges diákok támogatása. Az esemény Szelei Orsolya és Halmos Fatime közös szervezésében valósult meg. Találkoztam Halmos Fatimével, akinek a kislánya az egyik helyi tehetség, és azon gondolkodtunk, hogy olyan jó lenne nekik valamilyen fellépési lehetőséget adni. És szót követett, és elhatároztuk az anyukával, tehát Halmos Fatimével, hogy jó, rendezzünk egy koncertet a feltörekvő 60-i fiataloknak. Cukkaréni Lea a vizsgaanyagát mutatta be a koncerten, már több mint 10 éve foglalkozik zongorázással. Nagyon szeretem kifejezni az adott érzéseket, például egy darab vagy egy korszakkal kapcsolatban. Nekem tényleg nagyon sokat segít, hogy az érzelmeimet ugye ki tudjam vele fejezni, és szeretem a hangját, és így maga a klasszikus zenét nagyon. Az eseményen a komoly zenei pályájuk elején álló tanulók zongorajátékkal és operett előadásokkal is szórakoztatták az érdeklődőket. A programon részt vettek a diákokat támogató szülők, rokonok és a barátok is.